Bár az eső még mindig esik, de nem veszi el a kedvünket, a Tapolcai Kulturális Egyesület elnökével beszélgetünk. Kérek szépen rögtön egy bemutatkozást a hallgatóknak. Elképzelhető, hogy még valaki nem ismer téged, hiszen Tapolcán egy olyan jellegzetes ember vagy, hogy így mondjam, tisztelet, a legnagyobb tisztelettel, aki mindig valamilyen megújításért, megújulásért harcolt. Fejt Károly vagyok. Hát 2003-ban alakítottuk meg az egyesületünket, Tapolcai Kulturális Egyesület néven. Akkor átvettük a közösségi házat, felújítottuk, és a többféle programot indítottunk Tapolcán helyiek megelégedésére. Bejártuk egész Magyarországot, Budapesttől kezdve Debrecenen át, sőt Bécsbe is eljutott egyesületünk. Kiállításokra, színházi előadásokra jártunk, és körülbelül 5 évvel ezelőtt igény merült fel arra, hogy Tapolcán egy piacot szervezzünk. Egyesületünk felvállalta ezt a Tapolcai Termelői Piac néven működtetett piacot, ami Tapolca elején az Enyedi úti autóparkolóban van. 2 hetente, 5 évente, már 5 évvel ezelőtt csináljuk, és ott megelégedésünkre és a vásárlók megelégedésére is folyamatosan működünk. Mézárus, húsárus, tojásárus, kecskesajtos, zöldséges, hát mikor, milyen kézművesek jönnek, mindenkit szeretettel várunk, úgy, mint árusokat, mint vevőket is. Ide a mai napra is jelentkeztetek valami egészen extrával. Én már megkóstoltam azt a diós beiglit, amihez még Németh Csaba kollégám nem tudott hozzájutni, de csodálatos volt az íze. Megkérdeztem, hogy ki készítette. Azt mondtad, hogy te. Igen. Hát ebbe is jártas vagyok egy kicsit. Beiglivel kedveskedünk, vagy pogácsával a hozzánk látogató, piacra járogató vásárlóknak. Ez csak ilyen ajándék, szimbólum, de szoktak vásárolni, aki esetleg tényleg nagyon megszereti ezt a süteményt. Szívesen állunk rendelkezésükre. A piacon is úgy, mint itt, kínálgattuk a hozzánk, a sátrunk, az ellátogató kedves vendégeket. Mikor meglátogattam a sátrat, akkor feltűnt nekem, hogy a sátor jobb oldalán egy nagy rakás üveg és különböző szebbnél szebb gyönyörű mézes termékek vannak, és ha jól emlékszem, akkor arról is beszéltél, hogy a mézzel foglalkozó egyesületet is bevonta, úgymond a Tapolcai Kulturális Egyesület. Hogy is alakult ez a történet? Hát jelenlegi alelnökünk, Sallai Laci, ő méhészettel is foglalkozik. Tapolcán vannak méhészete, és ő árul ő is ezen a piacon. És őt gondoltam, hogy bemutatja itt a termékeit, és hozott belőle kóstolót is, lehetett nála venni. Többféle méze van, aktív tagunk. Szeretettel vár ő is mindenkit egyesületünkbe, és gondoltam, hogy el kell itt. Volt érdeklődés, kóstolgatás és vásárlás is volt. Ha már az egyesületről és a tagságról beszélünk, akkor hogy lehet valaki tagja a Tapolcai Kulturális Egyesületnek? Egyszerűen csak oda megy és azt mondja, szeretnék hozzátok tartozni, én is közös programokon részt venni, stb. Stb. Pontosan így van. Tehát semmi különlegeset nem kell csinálni hozzá. Jöjjön el hozzánk, érezze jól magát, vegyen részt az egyesületi életbe. Ennyit kell csinálni, semmi különösebb nincs. 1000 forint éves tagdíjunk van. Egy abszolút civil összefogás, tehát úgy, ahogy beszélünk, tehát a civil napon, civil összefogás, Tapolcai Kulturális Egyesület, egy jelképes tagdíjjal, mindenki a tagja lehet, de gondolom kirándulások, szervezése, sportesemények, minden beletartozik még az egyesület életébe. Hát igen, a városi rendezvényeken is mindig jelen vagyunk, a koszorúzásoktól kezdve, megemlékezéseken, hát iparkodunk, a város támogat is minket ebben. Tavalyi évben például az Anna bálon voltunk, a Bástyában rendezett Rotary bálon, jó a kapcsolatunk a Tapolcai Polgárőrséggel, a Tapolca Fürdőért Egyesülettel, és aki itt is fellép, most mint kórus a Kossuth Erzsébet téren. Azért hagyd kérdezzem meg még a végére, hogyan vagytok megelégedve Tapolca fejlődésével, hiszen évek óta beszélünk róla, hogy mennyire, vagy hogyan kéne másképp fejleszteni a tapolcai infrastruktúrát. Ugye elkezdtek a fejlesztés, elkezdődtek a fejlesztések, elkészült a strand, és különböző egységek már Tapolcán láthatóak, hogy már szépülnek, gyermekjátszótér épült, stb. Stb. Bob pálya, hogy erről is beszéljünk. Van-e még valami ötlet a Tarsolyban, ami igazán vendégcsalogató, csábító lehet még?
Igen, ezeket a bobpályát, igen, a játszótérevel tisztában vagyunk. Ezek jók, ilyen kis mellékes kiegészítője Tapolcának. A jelenlegi fejlesztés, reméljük, hogy a mostani kútfúrás eredményre fog végezni, amit már mi körülbelül 2008-ban, 2007-ben megemlítettünk az akkori városvezetésnek, hogy itt abból lehetne nagy eredményt elérni, hogyha meleg vizet találnánk itt, nem 200-300 méteren, ha reméljük, hogy 8-900 méteren lesz, hát vagy 70-80 fokos víz, ami a felszínre törve a majdani épülő élményfürdőt, amire az országos parlament jóváhagyásával 5 milliárd forint kerül fejlesztésre a Junószállóval szembe, egész éves működés fog majd biztosítani. Talán még a Balangfürdőbe is jut belőle a meleg vízből, bízunk ebben. Mi akkor abban reménykedtünk a 2008-as években, hogy már akkor el kellett volna kezdenem fejlesztés. Bízunk a jelenlegi város vezetés észszerű és okos tervezésében. A fejlesztések folyamatosan haladnak, nagyon szép a Balangfürdő, a stranddal meg vagyunk elégedve, a kinti strandmedence, az uszoda is nagyon jó, kellett már, régebben kellett volna. Az Avalon Park is dob sokat a turizmuson, a Kisdottó fejlesztés, ez is hozzájárul, és várhatóan a majd felszínre kerülő forró víz sokat fog még majd ezen lendíteni. Épül, szépül Tapolca, mi pedig haladunk még tovább, hiszen 6 óráig élő itt a Csillagpont Rádió műsora. Ezen kívül pedig mindenkinek azt mondjuk, hogy senkit ne rettentsen el ez a pár csepp eső, jöjjön ki, nézzen szét, itt a civil szervezetekkel megismerkedhet, különböző kézművesek, rajzosok is, mindenki található itt. Átadom Németh Csaba kollégámnak a szót, nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtál hozzánk, és majd megkóstoljuk azt a nagyon-nagyon finom beiglit, amit még ígértél. Újra, így van, én köszönöm, hogy meghívtatok hozzátok.